aki kicsit is jártas a népi kultúrában, nehezen kerülhette el az Erdélyből származó Kossuth nagydíjas népzenegyűjtő, népzenekutató Kallós Zoltán nevét, aki 2018-ban hunyt el. Szombaton tiszteletére emlékestet szerveztek a Szent István Művelődési Házban. Az esemény Vakler Lajos Kalota szektől Moldváig című filmjének vetítésével kezdődött, amelyben az újságíró Kallós Zoltánnal beszélgetett. A vetítést kerekasztal beszélgetés követte, melynek keretében felidézték Kallós Zoltán munkásságát, emlékét. A beszélgetés moderátora I. és Endrével, Enyedi Mihállyal, Altorjai Andrással, Enyedi Ágnessel, valamint Balázs Bécsi Gyöngyivel beszélgetett. Az, amire bennünket bíztatott és megkért, azt, hogy a népi kultúrát azt minden generációnak adjuk át. Minél többet énekeljünk a gyerekekkel, minél többet táncoljunk, minél több kézműves műhelyt szervezzünk. Tulajdonképpen mindazt az értéket, amit ő összegyűjtött, és amivel közösséget teremtett, azt tovább örökítsük. Ez az alapítványnak a küldetése, Zoli bácsi hagyatékát tovább örökíteni, átörökíteni a fiatal nemzedék számára. A Kallós Zoltán Alapítványt 1992-ben hozta létre a Kossuth díjas néprajzkutató három fő céllal: oktatási tevékenység, közművelődési tevékenység, valamint a néprajzik gyűjteményének gondozása. A beszélgetés után a Majd fordulj kedves lovam címmel csendültek fel boncidai, magyarszováti, széki, kalotaszegi, nagysajói, gyimesi és moldvai dalok Kallós Zoltán gyűjteményéből a Duna Művész Együttes előadásában. Dulai Zoltán, a zenekar vezetője elmondta, szerencsésnek mondhatja magát, hiszen ő még együtt is játszott azzal a Kallós Zoltánnal, aki minden népzenésznek életében szerepet játszott. Ez a zenekar a Duna Együttes, a Duna Művész Együttes hivatásos kísérőzenekara. Többféle zenekarból is érkeztünk, tehát ez, hogy is mondjam, foci nyelven azt mondanák, hogy válogatott. Legalább négyféle zenekarból jöttünk. A legfiatalabb zenészünk 32 éves, a legidősebb pedig 56. Tehát nagyjából ez a koraloszlás. Nem tudom, szabad-e mondanom neveket, a Dűvő zenekarból, a Tarsoly zenekarból, a Fixtim zenekarból, a Zagyva bandából. Az eseményen a Duna Művész Együttes táncművészei is felléptek. Kallós Zoltán gyűjteménye után a Göncöl zenekar lemezbemutató koncertjét hallhatta a publikum, melyben közreműködött Enyedi Ágnes. A táncház mozgalom egyik kultikus figurájára emlékezve az esemény táncházzal záródott, ahol különböző néptáncokat sajátíthattak el a rendezvényre látogatók.